Nagy tisztelettel köszöntöm a Kapos Televízió minden kedves nézőjét a kaposvári városi sportcsarnokból, ahol a férfi kosárlabda NB1 24. fordulójában a Sopron együttesét látja vendégül a kaposvári KK csapata. Már is elkezdődött a találkozó, és Márkó Spica találatával meg is van az első somogyi pont. Rögtön felrobbant szinte a csarnok, Márkó Spica pedig azonnal extázisban kezdi a mérkőzést. Gyorsan ismerkedjünk meg a két kezdő csapattal, a vendégeknél négyessel Thomas Germain most dob rá rögtön egy hármast, magyar válogatott irányítóról van szó, 9-essel Ruják András, 15-essel Milos Borisov, 5-essel Tóth Gergely, 2-essel pedig Matija Poscsics. Mieinknél pedig továbbra is egyelőre még a sérülés után nem 100%-os Fodor Márton kispadon kezd, így helyette Jancsikin Branislav maradt a kezdőcsapatban, mellette ott van Nick Raivio, Handlein Roland, Brandon Fraser és Marco Spica. Handlein pedig egy blokkot hoz ki, Fraser pedig már indítja is a csapatkapitányt. Valahogy még bent tartja Spica, Raivio, és végül kicsit szerencsés körülmények között, de be tudtunk találni, és sajnos úgy nézem, hogy Poscsics azonnal talán a dereka vagy a csípője megsérülete, nem tudom, mi történt. Most Márkó Spica megy oda hozzá, de nem úgy tűnik, mintha túlságosan jól lenne a vendégek horvát centere. Nagyon nehezen jön le, pedig most már érkezett egy kis segítség is. Igazából lehet, hogy becsípődött a dereka, most Sabáli Balázs, a vendégek vezetőedzője is próbálja megnézni, hogy mi lehet a helyzet. Poscsicssal minden esetre le kell cserélni, az teljesen biztos, úgyhogy nagyon korán kell változtatni. Mindössze 1 perc 16 másodperc telt el a mérkőzésből, és érkezett Trepák Zoltán Poscsics helyére, akit kicsit későbbre vártunk, de senkinek nem kell bemutatni, azt hiszem. 3 esztendőt húzott le már korábban Kaposváron. Ez pedig most, amilyen szerencsénk volt a túloldalon, most van megint itt is. Akartam épp mondani, hogy most éppen a soproniaknak volt szerencséje, de végül marad nálunk a labda. Örömteli, hogy ismét megtelt a kaposvári városi sportcsarnok, és a szurkolók, akik tulajdonképpen mondhatjuk, hogy győzelembe hajszolták a csapatot még a pécsi bajnokin 2 héttel ezelőtt, most is nagyon jó hangulatot teremtenek. Spica pedig zseniális megoldással talál be egy hátradőlős kosárral, 6-3 ezzel a mérkőzés állása. Ruják. Trepák marad üresen, ő be tudja dobni a triplát, ez most kimarad, és viszont Handleinre ítélnek egy személyhibát, a lepattanónál Tóth Gergely ellen követte el a faltot. A játékvezetőkkel még adós vagyok, Bencúr, Török és Mínár vezeti a találkozót. A soproni csapat egyébként most nincs túl jó paszban, mondhatjuk ezt. Egyrészt ez a 9 nap alatt az 5. mérkőzésük, ugye a Magyar Kupa találkozókkal együtt. Trepák ráemel egy újabb hármast, ez még rosszabb, ez most gyűrűt sem ér. Ó, Tóth Gergely pedig egy óriási sapkát kap Handleintől, de Borisov nagyon szemfülesen betalál, 6-5 ezzel. Raivio. Spica. Raivioval 2-2, Spica most középtávolról, ez is jó. Spica egyelőre tarthatatlan, és továbbra is hozza azt a formáját, amelyet az utóbbi néhány fordulóban megszokhattunk, és amelyet a 2 évvel ezelőtti szezonban, amikor a legutóbb itt kosárlabdázott Kaposváron Spica, ezt is megszokhattuk tőle, hiszen akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az NBA egyik legjobb légiósa volt. Egy tércsérülés után lábadozik Spica, és most már azért néhány hete azt a formát kezdi hozni, amit
majd már említettem, láthattunk korábban tőle, Tomás elhagyja egy pillanatra a labdát, még 7 másodperce van a Sopronnak. Ruják húzza szét a mezőnyt, aztán betör, és nagyon szépen bal kézzel teszi fel az itzert. 8-7 ezzel, pedig egyből robogunk. Sabáli Balázs próbálta is azonnal jelezni a csapatának, hogy az jó, hogy betalálnak, de nem érünk vissza, nem érnek vissza, ez viszont egy rossz passz volt most. Talán Pöce Zsákra próbálta fellőni Handlein Rolandnak Fraser a labdát, de nem volt jó passz. Tomás, mint már említettem, ugye a magyar válogatott is Jermain Tomás nagyon régóta játszik Magyarországon, 2006-ban érkezett még Dombóvárra, aztán játszott a MAFT-ban, Körmenden, és most már 2011 óta a Sopron játékosa Tomás. Ruják, megint nagyon fogy a Körmen támadó ideje, megint Rujáknak kell elvárni, de ez is jó. Nem tudom, hogy ezt beszélték meg ezeknél a figuráknál, de minden esetre hosszan játszanak a vendégek, és egyelőre Ruják lévén ezeket eredményesen fejezik be, és 9-8-ra vezet is most a soproni csapat. Fraser. Spica a középtávoli, azt tudja ő, talán ha első ütemre dobja, akkor bement volna. Passzolni próbált Handleinek, így viszont nem sikerült a dobás. Tóth. Tomás. Trepák megint üresen marad, most nem vállalja, Tóth pedig egészen a palánk alatt van, és aztán nagyon érdekes volt, mert a palánk alatti játékvezető, akinek dolga volt, nem ítélte meg a személyébet, hanem Bencz úr játékvezető föntről. Igen erős fázis késéssel fújta a faltot, hozzátéve, hogy innen úgy nézve valóban személyében volt, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy a miénknek is kell cserélni, más indokból, mint a soproniaknak, de Handleinek ez a sajnos a második személyében, és érkezik a helyére Horváth Márton. Tóthnak pedig jó az első büntetője. Tóth Gergely, egyébként körmendi nevelésű játékos, még mindig csak 26 esztendős. Szintén egykori válogatott játékosról van szó. Hosszú ideig Körmenden kosárlabdázott otthon, aztán Zalaegerszeg érintésével került Sopronba. Idén 4,6 pontot átlagolt. Spica. Raivio. Spica. Megint nem elsőre vállalja el Spica, de most az pontos. Spica továbbra is remekel, 10-10. Már az első negyed fele eltelt. Trepák. Borisovnak ment volna abda, de Jancsikin lefüleli. Végig lehet vinni, és ott az ittszer nagyon szép volt. Jancsikin talált be ezzel, ismét nálunk a vezetés. Tóth. Ruják. Borisov nagyon szépen törbe is ott a személyébe, és Horváth Mártonra ítélték, és ezért viszont nincs dobás, azt mutatják, hanem akkor még a dobás mozdulat előtt volt a személyébe. Borisov ezt reklamálja, és egy csere a vendégeknél, érkezik Dénes Gábor Tóth Gergely helyére, szintén egykori kaposvári játékos, Trepákhoz hasonlóan a 2004-es bajnok csapatnak és kupagyőztes csapatnak volt a tagja Dénes. Szépen viszi be az alapvonalon és betalál. 12-12. Dénes Gábornak egyébként napokban született meg kisfia, Dénes Márk. A fegyvernek is Zsófia, szintén kiváló kosárlabdázó az édesanyja. Raivio. Pedig egy személyébát ítélnek, Ruják volt, aki lökte egy kicsit Raiviót. Ez az első személyébe a soproni részről, 4 kaposvári falt után született az első vendég személyébe, és érkezik Fodor Márton, akit említettem, hogy még nem 100%-os, de reméljük, hogy ahogy szokta, hozzá tud tenni bőven a csapat játékához, és ezzel egy kicsit alacsonyabb szerkezetre váltottunk, ahogy váltott a Sopron is, hiszen Dénes érkezett 4-es posztra, és azonnal reagált erre Fekete Ádám. Raivio nagyon régóta üresen, most dobja rá csak, de már kilépett. Bencz úr játékvezető úgy látta, hogy kilépett. Kicsit értetlenkednek itt a kaposvári kispadnál, hogy valóban így volt-e, de
Bencúr játékvezető így látta Tóth. Dénes Winnéber, a Jancsikén viszont ráüt a kezére. Nem volt tökéletes a védekezés, most könnyen léphetett be Dénes Gábor, és aki dobhat is majd két büntetőt, hiszen mindenképp bónuszba kerültünk, és sajnos Jancsikének is megvan a második személyhibája. Handlinehez hasonlóan. Dénesnek viszont nem jó az első büntetője. Dénes ugye Falkó nevelés, aztán ugye Kaposváron játszott nálunk két szezont. Aztán játszott Pécset, Kecskeméten, és tavaly óta van Sopronban. Kaposváron egyébként 83 mérkőzésen lépett pályára, Trepák Zoltán pedig 114 alkalommal. Rivio, 12-13 az állás, Jancsikin. Megveri Dénest, egy középtávol, és az jó is. Jancsikin negyedik pontja, 14-13. Borisov nagyon szép közbenyúlás Jancsikitől, Rivio pedig roboghat végig, és hát Borisov elég gyanúsan szerelte, vagyis akadályozta Riviót. Dénes nyugodtan lehetett volna személyébát ítélni, azt hiszem már be is fújják most. Borisov lökte el, bent a palánk alatt próbált pozíciót fogni, nem sikerült neki jól. Aztán Rivio ellen támadó hibát követett el. Újabb csere a vendégeknél, kettős csere ráadásul érkezik a fiatal Molnár Márton. Ugye Postis sérülése úgy tűnik, hogy komolyabb. Molnár érkezett, és érkezik először a pályára Mario Edwards, az amerikai hátvéd. Ebből is látszik azért összességében, hogy nagyon mély a kerete a Sopronnak, tavaly is az volt, már láthattuk. A bronzérmet szerezték meg ellenünk a bronz csatában a soproniak. Fraser középtávoli a tökéletes. Fraser nyerő ember volt Pécsen azon a bajnokin, amit 19 pontos hátrányból fordítottunk meg és nyertünk meg. Végjátékban nem csak a győztes kosarat dobta, de remek gólpasszokat is adott, és nagyon sok jó vállalása volt Frasernek. Borisovnak ez most nem viszont nem volt jó vállalása. Sabáli mutatja is neki, hogy ez nem dobó helyzet, ezt nem kell volna elvállalni. Borisov egyébként, bár ez a dobása nem ezt támasztja alá, az NBA egyik legjobb légiósa. Tavaly érkezett Sopronba, Tomas sétása után tudtak még igazolni légióst. Henlein, Dénes védekezett rajta jól. Horváth Márton viszont leszedi a támadó lepattanót és be is talál. Ezzel pedig 18-13, Sabáli Balázs pedig időt kér. Ról folytatódik a Kaposvár-Sopron mérkőzés. A vendégek még 13-12-re vezettek, aztán utána néhány rossz döntés és jó kaposvári védekezés után sikerült fordítani, és most 5 ponttal vezetünk. Sabáli Balázs emiatt kért most időt. Tomás könnyedén vihette be legalábbis ezen a szinten, de az egyszer kimaradt. Horváth pedig szedte a lepattanót. Fraser, Fodor. Van még idő bőven a támadó időből, már próbáltunk gyorsan indulni, de nem sikerült. Henlein pedig ott maradt Edwards-al, és ezt könnyen oldja meg Henlein Roli. 20-13 ezzel. Dénes. Tomás. Horváth jött ki, és újabb személyében, és sajnos már bónuszban vagyunk. És sajnos Horvátnak is a második személyével, akinek van faltja, annak kettő van nálunk. Ugye Jancsikinnek, Henleinek és Horváth Marcinak van 2-2 faltja. És egy újabb érkező vendégek, Nil ezúttal 8-as számmal, Takács Norbert a pályán. A 25 esztendős bedobóról van szó, aki szintén 2011 óta már Sopronban kosárlabdázik. Többször is volt nyerő ember. Például a PVSK csapata ellen kétszer is az ő
végjátékbeli remeklésével tudott nyerni idén a soproni csapat. Miénknél pedig először a pályán Benke Szilárd. Hiányzókról egyébként nem beszéltem, a vendégek teljes kerettel érkezhettek, a miénknél viszont van két hiányzó. Kovács Soma betegség miatt nem érhet pályára, és a fiatal Kocsis Zalán pedig az ifjúsági mérkőzésen, az U21-es meccsen szenvedett. Úgy tűnik, hogy részleges bokaszalag szakadást, és ezért nincs most a felnőtt keretben. Fodor, Ruják szívja a vérét, ezen épült föl most a támadásunk, Benke. Henleinek osztja le, de nem volt tökéletes ez a labda. Edward pedig már romog a túloldalon. És nem tudja bedobni, mert Tóth Gergely nem ért róla a labdába. Talán ha nem ér bele, akkor bement volna anélkül is. Fodor Mártonnak viszont ez a zicsere nem volt jó. Henlein viszont óriásit küzd, és nagy labdát ment. Fekete Ádám pedig mutatja, hogy most nyugodjunk meg. Még 10 másodperc a támadó időben. Raivio. Fodor, el kell dobni lassan. 4 másodperc. Raivio. 2. Ó, hát ezt hogy tette pedig Raivio? Fantasztikus kosár volt. Hát se idő, sem hely nem nagyon volt már erre a dobásra. Dénes nagyon jól védekezett, az utolsó pillanatban azonban valahogy még be tudta csempészni a labdát a gyűrűben Raivio. Edwards. Dénes. Ruják, most megint a vendégeknél fogy el nagyon az idő. Horváth Márta a labdát szerez, kivette a labdát egész egyszerűen. Ezt pedig megadják. Kivették a labdát a Ruják kezéből, jó volt az indítás. Fodor Zicsere pedig végül is így jó. 24-15 ezzel az állás. 9 pontra nőtt a somogyi előny. Horváth Márton remek védekezése hozta meg ezt most. Tóth Gergő ott már Raivióval ezt megoldja. Tóth Gergő. Kisebb emberrel maradtod így. Ezt be tudta dobni, és ezzel vége is már az első negyednek. Egy igen pontgazdagan alakul eddig a találkozó. 24-17, hamarosan folytatjuk. Folytatódik a Kaposvár-Sopron mérkőzés. Sokáig fejfel mellett haladt a két csapat, aztán a negyed második felében el tudtunk lépni. 9 pont is volt a különbség, de rögtön Takács talál be, amelyre azonnal 4 pontra csökken a már említett 9 pont. Miénknél Márkos Pica 6 perc alatt 8 ponttal volt a legeredményesebb, a túloldalon pedig Tomasz 5 ponttal eddig a legjobb dobó. Spica, Handlein benne áll. Nem tudtuk betenni neki a labdát, ezt viszont Miénk. Lepattanó Bencúr játékvezető mutat az alapvonalon, kisegítve a többieket, ő 12-esről, az a Dénesről ment ki a labda. Raivio. Végig viszi, Handlein próbálja visszapöcizni, kétszer is leszedi, harmadszor is leszedi, és végül személyibát ítélnek. Sabáli Balázs mutatja a többieknek, hogy ki kéne zárni Handleint. Hát Handlein egyik legjobb lepattanózó az NB1-ben már hosszú-hosszú évek óta. Támadó lepattanózásban pedig, és már harmadik éve zsinórban ő a legjobb az egész bajnokságban. Nagyon jó érzékkel érkezik ezekre Handlein Roli. És most pedig jó a büntetője is, ezzel 25-20 az első kaposvári pont a negyedben. És a második is végül becsorog, 26-20 ezzel. Tavaly egyébként, ugye, amit említettem, a bronz csatát vívta a két csapat, akkor a második mérkőzésen tudott a Sopranit nyerni. Takács triplája most kimarad, akkor nyertek ugye hát legutóbb értelemszerűen a Soprani a Kaposváron. Előtte viszont hosszú-hosszú ideig nem termett sok babér Kaposváron a Soprani csapatnak. Spica ad nagy paszt Henleinek, de ott nagyon nem volt hely. Takács pedig talán fölöslegesen faltolt, hiszen hárman is Henlein körül voltak, így viszont dobhat két büntetőt. Szóval már nagyon régen tudott nyerni előtte a soproni csapat Kaposváron. Összességében a már említett bronzcsata
előtt 14 meccsből mindössze kettőt nyertek Kaposváron a soproniak. És ezzel a 4-7 büntetővel pedig 28-20. Újra 8 pont állt a különbség, Takács. Edward. Tóth ellen védekezett nagyon jól, Benke. Dénes a sarokból elvállalja a triplát, Fodor először nem jó ütemben ugrott föl, de így is meglett a lepattanó. Óriási labda, zseniális passz volt. Nagyon nagy passz tudott Henley Rolinak Fodor, és ezzel 10 pont a különbség, 30-20. Henley szerezne labdát, Ruják pedig arra kellett ügyelni, hogy beleérjen a labdába, mert akkor még a miénk is jöhettek volna. Jancsikin érkezik Raivio helyére vissza. Vendégeknél pedig Borisova pályán. Még nem beszéltem arról, hogy ugye az alapszakasz végéhez közeledve a miénk számára kulcsfontosságú a mai találkozó. Hiszen ha ma nyerünk, akkor teljesen biztos, hogy kiki mérkőzést fogunk játszani Falkó otthonában. Ez pedig nagyon érdekes volt, Benke úgy tűnik, hogy nem foglalt el időben a védő pozíciót. Nem is a játékvezetők így ítélték meg. A közönség persze szeretné, az álmodóibát ítéltek volna. Edwards. Ez nagyon rossz passz volt. Esélytelen volt, hogy eljusson ott a 8-10 kész között. Henley robog végig, megint Henleytől kapott nagy passz. És ezzel már 32-20, 12 pont a különbség. Sabáli Balázs azonnal időt kér. Két pont az eddigi legnagyobb különbség alakult ki. 32-20. Henley pedig már 10 pontnál jár. Szóval, amit említettem, a Falko ellen, abban az esetben a ma nyernénk a Sopron ellen. Persze nagyon sok a hátra, de hát ha így kalkulálunk, akkor a Falko ellen kiki mérkőzést játszhatunk annak érdekében, hogy a felsőházi rájátszásba esetleg bejusson a csapat. Azon a meccsen dőlne el ebben az esetben, hogy kijut a legjobb négy, vagy hát a Szolnokkal együtt legjobb öt közé, amely már biztos rájátszás helyet jelentene. Ez pedig nem a miénk. Hát nem nagyon úgy tűnt, hogy Henleyről ment ki a labda, de hát aztán játékvezetők megint így látták. Ruják nagyon nagy paszt ad Takácsnak, és ahelyett, hogy most mi támadhattunk volna, 10 pontra jönnek fel a vendégek. Fodor, Benke, Spica körtében. Egy szép horogdobás, gyönyörű volt. Iskolajáték volt ez most Márkó Spicától. 34-22. Tegyük hozzá, hogy Matija Poscsics hiányában azért Spica még inkább sziporkázik, most például labdát szerez, persze. Hát ehhez nem volt köze sem Poscsicsnak, sem pedig más centernek, mert egészen rossz passz volt. Spica pedig lefülelt, és aztán remek paszt adott. 36-22, és egy újabb személyébe. Most Benkére ítélték, összeakadtak Borisovval, hát ez pedig várható, hogy nem a fiatal magyar játékost fogják a játékvezetők védeni. Ezt már megszokhattuk magyar játékvezetőktől, azt hiszem, ide-oda. Takács, Borisov nagyon szépen elrugrasztja az emberét, de nincs dobóhelyzet, most lett meg Tomásznak, lepattanó viszont Fodoré. Nem mennek be most a távoli dobásaik sem a vendégeknek egyrészt, másrészt pedig ugye sok eladott labdájuk is volt. Ugye a különbség már 14 pont. Spica megint egy nagy passz. Spica Henleynek. Jancsikin a sarokban üresen. Ez most kimarad, Spica viszont visszapöcizik. 38-22 egyelőre.
Nagyon jól játszik a kaposvári csapat. Nem csak eredményes, hanem szellemesen is. Ez pedig megint egy személyiba. Ezúttal Fodor Márton ellen. Palánk alatt is megint Borisov harcolt ki egy személyibát. Fodornak az első farcja szerencsére még csak. Mindkét oldalon egy-egy csere. Takács helyett Trepák, megint két magasabb emberrel a vendégek. Nálunk pedig érkezik vissza Benke helyett Fraser. Trepák két triplát elrontott a meccs elején, most úgy tűnik, hogy nem vállalja el ezeket, ez pedig megint egy egészen elképesztően rossz passz. Thomas egyszerűen kidobta az alapvonalon a labdát, egy kicsit indiszpontáltan játszik néhány játékos a vendégeknél. Nem is biztos, hogy Thomas hibázott most, Ruják se nagyon kereste a üres helyzetet. Spica forgolódik, és addig forgolódott, amíg teljesen üresen nem volt megint. És megint betalál. 40-22, egészen hihetetlen. 18 pont a különbség a 15. percben. Trepák. Nem tudom, hogy Matija Poscsi sérülése zavarta meg ennyire a vendégeket, de már említettem, hogy összességében nincsenek túl jó passzban a soproniak. És megint egy labdaszerzés. Tóttól vett el Jancsikin, Spica pedig kihagyja az ittszert. Hát ezt most egy kicsit elnagy képüskötte Márkó Spica, és a túloldalra, de ott a büntetés. Olyan Carmelónosan próbálta befejezni, a tarkójára tette a bal kezét. Csak a jobb kézben nem azt csinálta, amit ilyenkor kellett volna. 40-24. Spica. Komolyabban kell venni enni azért egy picit. Sopron nagyon jó csapat. Endlein elhagyta a labdát, nem volt meg neki, nem is személyébe természetesen, el kell dobni viszont Fodor. Egy másodperc, ez nem jó. Remélem nem zavarta meg a mieinket ez a Spica kiadott zicser, ez pedig támadóiba. Ez most egyértelmű volt szerintem, bár Sabali Balázs reklamálja, de Tóth már úgy érkezett oda a palánk alá, hogy hatalmasat lökött. Handline-en aztán a második ilyen lökés után már befújták támadóibát. 40-24. Szóval a Sopron egyébként február 8 óta nem játszott egyébként hazai pályán. Utána kikaptak Körmenden, aztán ugye Budapesten volt a három magyar kupa mérkőzés, amivel az elsőt megnyerték az Alba ellen, de aztán kikaptak a Kecskeméttől és a Pakstól is. Fodor ellen a személyiba. Majd még a hét elején játszottak a Szombathely ellen egy mérkőzést, amelyet 84-81-re vesztettek el a Falkó otthonában. Azaz az elmúlt 5 meccsből 4-et elvesztett a Sopron. Ezt 9 nap alatt játszották le a vendégek, nem egy leányáló mondhatjuk. De hát a tabellán továbbra is előkelő helyen állnak, 17-4-es mérleggel a második helyen a bajnokságban a Sopron. Fodornak kimarad a büntetője. Matematikailag egyébként a Sopron még megnyerheti az alapszakaszt is, de hát reálisan nézve a Paksot már nem fogják befogni ők sem. Fodornak jó a második büntetője, és érkezik a helyére Nick Rivio. 17 pont a különbség egyébként. Tóth Gergely kapta a faltot, és annak ellenére, hogy összesen 6 személyibája van a vendégeknek, nem sok, így a 17. percben, de ebből 3 Tóthé. És nincs Poscsics, ugye? Megpróbáljuk majd azért a fél időben meg tudakolni, hogy mi lehet Matija Poscsicssal. Úgy tűnik, hogy a csipője sérülhetett meg. Jancsikére fújtak, hát az megint egy könnyű síppal, de ne reklamáljunk emiatt. Sajnos amiatt viszont bosszalkodhatunk, hogy Jancsikének megvan a harmadik faltja. Addig mondtam itt Tóthot, hogy nálunk is rögtön megvan egy játékos. Ruják elvállalja nagyon hamar a hármast. Borisov leszedi a lepattanót. Ruják megint 5 másodperc csak. Horváth Mártont könnyen megverte lábbal, ez várható volt. Endlein pedig érkezett, de már nem tudott hatékonyan közbeavatkozni. Jancsikin a sarokból. Ez kimarad, Trepák pedig szemfülesen, de aztán Henlein végül összeszedést, Dénes kapja a személyébát.
Rivio ott pipiskedett Trepáknál, és ha Hendlein ott figyelt volna, akkor meg lett volna egyből a labda, így viszont egy személyéba. Dénes a földön fekve akadályozta Hendleint, és ebben a pillanatban ezzel meg is van bónuszban a soproni csapat, ez volt 5. személyibájuk. Hendlein dobhat megint 2 büntetőt. Hendlein 11 pontos. És ezzel már 12 pontnál is 5 lepattanul áll Hendlein. És Pica a legeredményesebbik 14 ponttal. Túloldalon pedig Ruják 8-at szerzett, mert a Trepák pedig ezt most könnyen teszi be. 38. sőt már a 39. évében van Trepák Zoli. De hát láthatjuk, hogy még mindig szükség van rá. Hendlein kap óriási labdát, megint Frazier-től. Hát Frazier-rel nagyon-nagyon jól megértik egymást. Már az első meccsén, amikor Frazier érkezett, látható volt, hogy nagyon jól érzi ezeket a passzokat. Hendlein pedig hát erre képes nagyon is jól érkezni. És megint egy személyébe a palánk alatt. Az már rengeteg ilyen falt volt, amikor igazából nincs is ott a labda, és ilyet ítélnek meg a játékvezetők. Most Horváth Márton kapta, és neki is a harmadik faltja. Trepák rutinja ért most 2 büntetőt. Egyébként Mázlink volt, ha lehet mondani, hiszen Ruják közben még dobta a sarokból a 3-ast, amit megadtak volna a bemegy. És utána jöhetett volna még a 2 büntető, de szerencsére az kimaradt. Trepáknak pedig jó a 2 büntetője, 4 pontjával most 45-30 az állás. Érkezik vissza Spica, 3 faltos Horváth Márton helyett. Érdekes, hogy mindig nem dobtunk triplát, ez már az utóbbi időben komoly gond a miénknél. Rivio most kimaradt ez a középtával, és Borisov pedig majdnem elügyetlenkedte. De úgy tűnik, hogy innen nagyon gyanús volt, de úgy tűnik, hogy még a helyén volt az esze, és meg tudta menteni a labdát Dénes. Tomás, megint nagyon kevés ideje van a Sopronnak, látható, hogy nagyon lassan játszanak a vendégek. Borisov, 2 másodperc. Ott volt nagyon jól Jancsikén, és azért nem is lehetett jó az a dobás. Frazier már felvette a labdát, Hendlein, az pedig személyébe Dénes, 4 dobhat 2 büntetőt Hendlein Roli. Dénes az utóbbi időben egy kicsit gyengébben teljesített egyébként a Hartnál. Talán a várt kisgyermek születése akadályozta egy kicsit. Csabári Balázs is erről beszélt a mérkőzés előtt, hogy reméli, hogy már ő is felszabadultabban tud majd játszani ezt követően. Hendleinek kimaradt az első büntetője. Aztán a második már a helyén, 46-30. Tomás. Dénes nem kapta jól a labdát. Beviszi Dénes, Spica jól helyezkedett, és Trepák üti ki a labdát. Tomás passza nem volt épp tökéletes, így aztán nem lehetett egyből vállalni Dénesnek a dobást. És most 46-30-as állásnál Fekete Ádám kér időt. Pontos kaposvári előnyről folytatódik az első félidő, még 1 perc 20 másodperc van hátra. És érdekesség itt a dobókat nézve, hogy a 2 magas emberünk Hendlein és Spica egy hiány annyi pontot dobott, mint az egész soproni csapat. Frazier-nek is nagyon rossz passz volt ez. Bár a gyűrűt is érte a labda, de ő passzolni akart Hendleinek. És ebből Borisov indulatott. 46-32. 1 percen belül most már Frazier középtávoli, ez bent van. A
az látszik Brandon Fraseren, hogy először a paszt keresi minden alkalommal. Egy nagyon jó keze van, ezt most Pécsen rengetegszer bizonyította a végjátékban. Megvan a labda megint, Raivio. Ruják próbált nagyon szépen odaállni, de Raivio egész egyszerűen kikerülte. És megint 18 pont a különbség. Ismét visszaáll az eddigi legnagyobb távolság. 20 másodperc. Még lesz időnk elméletileg visszatámadni. Dénes lejátszotta Borisovnak, Fraser pedig megállítja. Borisov dobhat majd két büntetőt. Fraser kért elnézést Montenegróitól, aki eddig egyelőre 5 pontos. ...14,4 másodperc lesz még hátra. Ennyi időnk van még. Valószínűleg végig fogjuk most már ugye támadni értelemszerűen, és csak a legvégén vállalkozunk majd dobásra. Borisovnak jó a második is, 50-34, és mivel Fekete Ádámnak még van egy idő kérés ebben a félidőben, így ezt ki is kéri. Na nézzük, mire lesz még elég ez a 14,4 másodperc. 16 pont most a különbség, Fraser. 8 másodperc még, Spica most jön elzárást adni. Fraser, a leosztás ment van a Jancsikinnek, de az nincs hely. Fodor el kell vállalni a triplát, ez pedig kimarad. Frasernek ott a leosztás az ment volna Jancsikinnek a sarokba, de közben nyúltak így, aztán ebből nem született kosár. Ettől függetlenül a kaposvári csapat magabiztosan játszik, az első félidőt követően pedig 50-34-re vezet, innen folytatjuk majd. ...50-34-es állásról folytatódik a második félidővel a kaposvári KK Soproni Sördögök mérkőzés. Az első negyed közepéig még fejfej mellett haladt a két csapat, aztán milyenik el tudtak lépni, és már 18 pont is volt a különbség több ízben is, amely most ebben a pillanatban Márkó Spica találatával vissza is áll. Nyilván a vendégeket megzavarratta Matija Poscsics kiesése. Ettől függetlenül a mieink jól teljesítettek az első fél időben, és jól is használták ki a soproniak hibáit. Márkó Spica egyébként ezzel a találatával a mezőny legeredményesebbje, ebben a pillanatban 16 egységgel. Henleinről 15 pontot dobott, a túloldalon egyébként Ruják András volt a legjobb dobó 8 ponttal, Milos Borisov pedig 7 egységig jutott. A most célzó és rontó Mario Edwards egyébként mindössze 5 percet játszott, és az alatt nem talált a gyűrűbe az amerikai játékos. Henlein próbálta elvinni a labdát, de Trepák lábáról végül is a soproniakhoz került a labda. Nem volt szándékos láb ez Trepáknál. Fekete Ádámmal beszélték meg mosolyogva Trepák. Ez pedig egy személyébe. Bence úr játékvezető, miközben Fekete Ádámmal társalgott, közben fújt egy személyébát azért. Sajnos Fodor Marcinak is megvan a harmadik faltja, és Jancsikin és Horváth Márton mellett neki is már három személyébája van túloldalon, csak Tóth Gergely van kisebb fajta veszélyben ezzel a három falttal. Borisov, Tóth. Ott a orrakdobás, de kimarad, és viszont megint egy személyébe. Lökésért méghozzá Márkó Spica kapja neki, az első faltja viszont, ami egyáltalán nem jó ír, hogy 1 perc 17 másodperc telt el a második félidőből, és megvan már három kaposvári személyéba. Ez pedig Tóth Gergely üti ki ezt a lepattanót. 18 pont ezzel a különbség továbbra is. És a vendégeknél érdekesség, hogy German Thomas is ugye említettem még a meccs elején, hogy 5 ponttal ő a legeredményesebb dobó volt egy ilyen szakasz. Azóta viszont ő sem talált a gyűrűbe. Most éppen nincs is fönt a pályán. Spica, Raivio. 8 másodperc még, Raivio középtávolja, kimarad.
Rivionak sem mennek be igazán ezek a dobásai, bár ő is azért dobott legalább 6 pontot az első fél időben, Borisov. Rivio próbál labdát csenni. Borisov. Tóth. Ott a dobás végül Borisovnak, Spica viszont nagyon jókor volt, jó helyen. Sabáli Balázs folyamatosan perel játékosaival, az pedig egy leindítás után egy faltos kosár, mondhatjuk. De nem fújták be Trepáknál a személyébe, hát a lényeg azonban az, hogy megvan a kosár, és ezzel 20 pont a különbség. Eddig legnagyobb távolság a két csapat között, megint Tóth Gergely kapja középen, és Handlein beengedte oda Tóthot, így aki betalált, és ezzel 54-36, Tóth Gergely 4 pontos ezzel a mérkőzése. Fraser, Spica, Trepákkal, Melnő megforgatja Trepákot, és be is talál. Hát a jelenlegi Márkó Spicával nehéz bárkinek is fölvenni a versenyt, az pedig egy támadóiba Trepáknál. És hallhatjuk, hogy ki a nagy közönség kedvenc Kaposváron joggal, Márkó Spica. Nagyon szimpatikus játékosról van szó, természetesen a miénk számára. 56-36, Fraser. Megint Spica kapja pozícióban Trepákkal, és egy újabb személyébe. Megint Trepák ellen. Az első faltja volt egyébként Trepák Zolynak előbb, ez a második. És most őt lecseréli Savári Balázs. Ez azt jelenti, hogy Tóth Gergely lesz 5-ös poszton, és Dénes Gábor érkezett 4-es posztra, Borisov pedig szintén egy poszttal lejjebb játszik innentől fogva. Rivio, Fodor, 8 másodperc még, nagyon szép játék, Handlein ott még talán föl tudja tenni, de csak falttal tudják megállítani, méghozzá Ruják ellen ítéltek. Ő próbált hátulról közbeavatkozni, de úgy tűnik, hogy csak személyébe árán tudott. Ruják második faltja, és ezzel a Sopranak is 3 személyibája van. A negyedben Handlein büntetője jó. Az első fél időben egyébként mindkét csapat ugyanannyi büntetővel próbálkozhatott, és ugyanannyit is értékesítettek a felek. 10-ből 8 volt ez a mutató. Handlein pedig ismét betalál. 17 pontos Handlein, és egyelőre 10 büntetőjéből 9-et bedobott, ami nagyon-nagyon jó arány. Edwards. Ott maradt Tóth Gergely Fraserrel, az meg kéne oldani a Tóthnak, az pedig egy, mondom, hogy nem egy tökéletes ütemben elhelyezett személyébe volt Frasertől, de szerencsére Tóth Gergely nem tudta bedobni, pedig lehetett volna 2 plusz 1 igen könnyedén. 22 pont a különbség. Hát a vártnál egyelőre sokkal nagyobb különbség a mai mérkőzésen. Tóthnak kimarad ez a büntetője. És második becsorog ezzel 5 pontos Tóth Gergely. Fraser. Fodor. Handlein Dénessel. Sarokban Rivióna, meg lesz az első kaposvári tripla, nincs meg. 6-ból 0 egyelőre. Tripla mutatónk, Edwards. Borisov beviszi szépen, kimarad az ittszer. Fodor viszont a túloldalon mehetne, de inkább nem kapkodja el, fölteszi Heimleinek, óriási játék. Megint is zseniális megoldás, és a túloldalon viszont Borisov végigviszi, és csak falttal állítjuk meg. Most mi voltunk azok, akik kicsit túlöröltük ezt, mert Borisovot gyorsan indították. Flúgos futam volt most, hiszen miénk is gyorsan indultak, és már úgy tűnt, hogy Fodor megáll, és nem lesz már gyors leindítás, de zseniális volt az, hogy ez a laza mozdulata föllötte labdát Handleinek, aki nem volt könnyű helyzetben, mert érkeztek a soproni kezek, de végül betalált. 19 pontnál Handlein egyébként, Borisov büntetője jó az első.
60-39 ezzel, 21 pont a különbség, és Handlein Roli kap egy kis pihenőt most. Érkezik helyre Jancsikin, ugye most mi is játszhatunk négy úgynevezett hát kis emberrel, bár Jancsikin két méter fölött van, akár csak Dénes, de ők azért alapjában véve nem klasszikus négyes posztos játékosok. Spica, ez pedig szerintem lépéshiba volt, így van. Eltotyogta most ezt Márkó Spica. Megint ugye pozícióból próbáltunk kosarat szerezni. Ugye Tóth Gergely nem klasszikus ötös posztos játékos. Annak ellenére a magassága megvan hozzá, de ő azért előszeretetten inkább kint játszik. Edvard, Dénes nagyon nagyot esett, jaj, ez nagyon csúnya volt. Azonnal ment a segítség a kaposvári orvosi stábtól, még szinte földet se ér Dénes Gábor, azonnal ment mindenki már, én is. Hát látszott az, hogy ahogy a levegőben volt, azt nézi most. Mindenki ott, hogy esetleg nehogy a véletlenül a nyelvét lenyelje, vagy valami probléma legyen Dénessel, de szerencsére fejét nem ütötte be. Nagyon nagyot esett, elvesztette az egyensúlyát ott a levegőben. Edwards volt az okozója, mondhatjuk az egésznek az elején. Dénes, most látszik, hogy nincs teljesen rendben, hogy megpróbált lefutni. Sajantikálva jön csak le Dénes Gábor, nagyon reméljük, hogy nincs semmi probléma. Dénes Gabi valaki egyébként annak idején nyugodtan mondhatjuk, hogy a közönség első számú kedvence volt azokban az években, amikor Kaposváron játszott, imádta a közönség. Takács érkezett a helyére, aki most ugye a büntetőt is dobja értelemszerűen. Edwards kiadta ott azt az ígyszert, és aztán Jancsikin és Dénes ment volna a lepattanóért. Dénes nagyot esett. Takács pedig a padról beszállva, úgy szólván hideg kézzel is jól oldja meg ezt a szituációt, úgyhogy 19 pont ezzel a különbség. Fraser rámeri a triplát, és ez bemegy. Hát ez az első kaposvári hármas a meccsen. Nem mondom, hogy minden hármas ilyen, de szerencsével, de bement, az a lényeg. Persze, 63-41. Tóth nem vállalta el az 1-1-et Spicával. Ruják. Ott a leosztás Edwardsnak. Ez is nagyon rövid dobás Edwardstól. Takács pedig csak kiütni tudja a lepattanót. Hát Mario Edwards egyelőre nem nagyon váltja meg a világot. És érkezik is most a helyére German Thomas, akit mondtam, hogy a második negyedben ő is eltűnt nagyon, de azért összességében ő azért hasznos tagja a csapatnak, nem ennyi szólva mondhatjuk így, hiszen az NBA egyik legjobb irányítójáról van szó. Ó, Raivio gyönyörűen vitte végig. Az elején úgy tűnt, hogy talán egy falttal meg tudják állítani, de nem így történt. Borisov viszont most ott volt Fraserrel, inkább kiosztja Tóthnak, aztán pedig leszedi a támadó lepattanót. Ott már elcsúsztunk védekezésben, hogy Fraser volt ott Tóthtal, vagy bocsánat, Borisovval. Fraser. Közép távoli. Ez most kijön, és ugyanolyan szituáció, mint a túloldalon. Spica lazán pöcizi vissza bal kézzel. 67-43. 24 pont tehát a különbség. Tomás. Tóth maradt bent üresen. Fraser pedig mutatja, hogy őt egy kicsit elnyomták, de lehetett volna talán agresszívabb az amerikai játékos, már Tóth ezt végül megoldotta. Fraser. Fodor. Spica. Ott marad egy-egyben. Jancsikin gyönyörűen segíti ki. Spica pedig megint egy zseniális paszt ad. Jancsikin persze alaposan kisegített ezzel, hogy fölismerte a helyzetet, hogy ott a folyosó és betörhet. Így aztán dobhatott egy zicsert. Tóth. Ez kihagyja, és Fodorra fújnak személyvát. Fodor reklamál most. Tóth viszont már nem az első olyan szituáció, hogy akár ezt jobban koncentrál a végén, akkor lehetett volna így viszont egy 2+1 belőle.
kettős csere a miénknél, Jancsikin jön le, és Fodor is, és visszajön. Sőt, hármas csere, mert Márkos Pica is leült, és jött helyettük Horváth Márton, Hendlein Roli és Benke Szilárd is érkezett a pályára. Alaposan rotálja, tehát a csapatot Fekete Ádám igyekszik mindenkit frissen tartani. Tóthnak a második büntetője jó. Ezekben a percekben egyébként összességében Tóth Gergely az, aki támadásban azért viszi a hátán a Sopront, amennyire tudja. Zónát védekezik a soproni csapat. Fraser, 8 másodperc, még elvállalja a triplát, és ez már tökéletes. Az előbbi triplája is jó volt, ez viszont már cson nélkül hullott a gyűrűbe. Tökéletes volt az elzárás Horváth Mártontól, így aztán Frasernek ilyen szinten ez egy könnyű dobás. Borisov, 26 pont a különbség, ennyi még nem volt. Tóth megint ő vállal, és ott a válasz. Mondtam én, hogy Tóth Gergely most az egyetlen igazán, aki... Hát mondhatom azt, hogy támadásban jól játszik soproni részül, akik most természetesen keresik is őt a labdával. Fraser. Ó, de nagy labda, és Hendlein hogy oldja ezt meg? Ó, nagyon szép volt ez most. Tóth maradt üresen, de Ruják nagyon későn passzolt, így viszont lehet menni 4-2 ellen. Hendlein, ez nem volt jó passz most, pedig ezt meg lehetett volna így pöcével akár oldani tényleg. És Hekett Ádám mutatja, hogy nyugodjunk meg, támadjunk nyugodtan. A lényeg, hogy megvolt a labdaszerzés, hát elpuskáztuk most azt a támadást, de 23 pont így is a különbség. Fraser, Horváth, fölteszi Hendlein, viszont megint kimarad. Szerintem nem tudta Hendleinről, és visszazsákolja egyből, vagy pedig csak tegye a labdát Tóth Gergely. Ezt pedig megint bedobja. Hát erre kell figyelni, mondom. Most egy kicsit dekoncentráltan játszottunk az utóbbi néhány támadásban. Talán nagy előny miatt is. Fekete Ádám így időt is kér. Egy perc, 30 másodperc van még hátra, és eladjuk a labdát. A harmadik negyedből Ruják dobhat egy hármast, be is dobja. Hát 26 pont volt a különbség, most pedig csak 17. Hát mi, ha valamelyik csapat, akkor a miénk aztán tudják, hogy még egy 20 ponton túli különbség sem biztosíték a győzelemre, hiszen a Pécset annak idején 24 pontos hátrányból vertük meg, de legutóbb is 19 pontról. Na szerencsére Jancsiké most nyugtatja a kedélyeket, Sabáli Balázs pedig legyint egyet Borisovra, hogy nem védekezett jól. Megint 20 pont a különbséget, most nagyon kellett, mert vérszemet kaphatnak a soproniak, mondjuk Borisov triplája így is üresben érkezett, Tóth pedig nem fér oda a lepattanóhoz. Spica zárta ki. 47 másodperc még a hátra levő idő. Fraser. Drive jó. Nem vállalja el. Most vállalja el a középtávol, itt ez jó. Drive jónak ez az igazi erősség, ezek a középtávoli dobások. 12 pontnál jár Manik Raivio, csapatunk legjobb dobója egyébként. Ma nem kellett egyelőre annyi támadásban tőle, hiszen főleg palánk alatt próbálunk érvényesülni, Post is kiesése óta pláne, Hendleinnel is Spicával. Hendlein ott pengeilen táncolt az alapvonalon, de szerencsére milyen marad a labda. 3 másodperc viszont már csak a támadó idő. Szinte azonnal dobni kell, amint van lehetőség. Hendlein, és kimarad! Hát ez hihetetlen, hogy a harmadik ilyen szituáció, pedig hát az egyetlen lehetséges megoldást választottuk szinte ilyen helyzetben, de ez egy bravúros megoldás volt, hogy föllőttük alaponali bedobásból. Kosár nem született belőle, de a fél idei 16 pontos különbség 20 pontra nőtt, innen folytatjuk. Thank you.
4 ponttal 29-25-re a harmadik negyedet is megnyerte a kaposvári KK, és ezzel 20 pont a különbség, 79-59 volt már 26 pont is, de a Sopron akkor Zsinórban 3 triplával, 2 Tóth Gergely 3-asra és egy szemfüles Ruják kosárra közelebb jött. Ez most majdnem meg lett Fodornak, akinek 4 személyévája van, Tomás viszont megveri. Figyelnie kellett Fodor Mártonnak természetesen, hogy ne faltoljon. 79-61, Fodor. Spica kicsit elcsúszott. Raivio, Fodor, Jancsikin el kell dobni. Kimarad, de Henley a támadó lepattanó. Henleynek ezen megvan a dupla-duplája. Raivio, ott a tripla. Na hát mondtam, hogy Raivio egyelőre annyira nem dobta meg magát, most gyorsan azért 5 ponta az utóbbi néhány percben, már 15 pontos. És rosszul mondtam, Henleynek még nincs meg a dupla-duplája, de hát megint ipari mennyiségben szedi a lepattanókat. Most pedig ez Spica ütötte el, és Takács pedig mezőnyben taktikai személyhibát követel, ez a második faltja. 21 pont a különbség, és még rengeteg idő van hátra. De egyelőre nagyon jól alakul miénk számára a meccs. Spica, Jancsikin, még van időnk bőven, Jancsikin eldobja, középtávolit bedobja. 84-61, 23 pont. Jancsikin is 10 pont felett, ezzel 11 pontos már. Tomás. Ott marad üresen Raivióval, ott marad, hát azt meg kell oldani a Tótnak. Végül is Raivió, azt kell mondanom, hogy amit lehetett, megcsinált. Jó egy fejjel, ha nem többel kisebb Tóth Gergelynél. Jót beszélnek most. Tóth és Raivio. Végül is nem tudta megoldani Tóth Gergely, úgyhogy dobhat azért 2 büntetőt természetesen. Borisovot cserél le. Közben Savali érkezik vissza, Edwards. Tóthnak pedig jó ez a büntetője, és 15 pontos. Ezzel Borisovval párban a legeredményesebb. Pályára kerülő Edwards egyelőre továbbra is 0 pontos, 4-ből 0 az amerikai dobó teljesítménye. Fodor. Raivio. Megpróbálják becsapdázni Tóth és Ruják, Jancsikin. Ez pedig nagyon szépen gyorsan oldotta meg. Raivio felismerte azt, hogy ketten vannak rajta, így gyorsan keresett egy üres embert, Jancsikin pedig ezt kiarcolt egy személyhibát Tóth Gergőn. Negyedik faltja Tóthnak. Miénknél ugye említettem, Fodor áll 4 falttal. Ez pedig jó, Jancsikin büntetője. 12 pontnál ezzel. Ez is a helyén, 86-63, és egyre fogy az idő. Lassan 8 percen belül leszünk a hátralevő időt tekintve. Még egyszer mondom, ha van nyer a csapat, akkor szerdán 18 óra 30 perckor az Arena Savariában. Hát az év meccse következhet Falco ellen. Hát ember emlékezet óta nem nyertünk egyébként a Falco otthonában, sőt, amióta megvan az Arena Savaria, már nem a kis csarnokban játszanak a szombathelyek, azóta nem nyertünk meccset. Hát milyen stílszerű lenne, ha most nyernénk. Spica a tapsvihar közepette jön le, és érkezik Horváth Márton a helyére, a túloldalon pedig Tóth Gergő kap megérdemelt pihenőt, Trepák jön a helyére. Hiszen a Falco kikapott tegnap ugye Nyíregyházán, és ugyan majd még a Falco-Kaposvár meccs után játszanak az utolsó fordulóban az Alba-Fehérvár otthonában a szombathelyiek, de ha mi tudnánk nyerni, feltételezve azt, hogy ezt a meccset is megnyerjük, ami még egyáltalán nem biztos, Fodor viszont kipontozódik, az biztos. Ezzel a taktikai személyhibával megvan az 5. faltja Fodor Mártonnak, szóval akkor hiába nyerne akár Szombathely, majd Fehérváron, az már mindegy, mert mindenképp a mieink lennének a 4. helyen, ha nyernénk Szombathelyen, de hát ez még nagyon sok összetevős, és nagyon messze van, nem is szabad igazából ezzel foglalkozni még.
Otto, és benn van Takács triplája. Második hármas a Takácsnak. 10 pontos. És pont erősen száll be ma is a meccsen Takács Norbert. Fodor egyébként 5 ponttal és 5 gólpasszal zárt a mai napon. 20 percet töltött a pályán Benke. Nagyon nehéz dobás, mert rajta volt Edwards. Azért oda kell figyelni, nem szabad előkészítetlen dobásokat elvállalni, hiszen láttunk már sok csodát. 20 pont a különbség. Horvát ütött be most egy személyébát, hogy ne tudjanak gyorsan indulni. Neki is megvan a negyedik faltja. Úgyhogy figyelnie kell Tomás. És pozícióban próbálkozik Rivióval. Ruják. Ez a tripla is jó. Megint csak 17 pont a különbség. Ugye mondtam, hát a 26 pont is volt, akkor lett 17, onnan szerencsére érkezett akkor egy Ancsikin 3-as. Most megint 17 közte. Rivio. Benke. Flótert enged. Hú, nagyon nagy dobás volt. Ancsikin integetett a túloldalon, hogy kint áll üresen, de Rivio. Bocsánat. Benke nagyon szépen oldotta meg. Jó. Ez rizikós passz volt Tomástól, Edwards. És megvan a lepattanó. Tomás kihagyta. Benke volt a leért csorgó labda. Fraser. Érkezik majd vissza Endlen Roli. Rivio szépen viszi be, és aztán bal kézzel teszi föl. Nagyon szép volt. Érzékelt, hogy jön a védő, áttette bal kézre, és onnan is betalált. Nagyon tehetséges, hát az is tehetséges is, de technikás játékos Nick Rivio. Trepáknak pedig nem teszik be a labdát, pedig ott van Rivióval, most már legalább 10 másodperce, teljesen üres, és nem veszik észre most a soproniak. Tomás Ruják végül rá tudja dobni a hármast, és a lepattanó viszont Rujáké. Horváth nem tudta megfogni, csak elütni tudta a labdát. Edwards, az pedig egy személyben Jancsikinnál. Neki is megvan a negyedik. 90-69, és még 5,5 perc a hátra levő idő. Trepák helyére jön Molnár Márton, a fiatal játékos. Az első fél időben 2 percet volt a pályán, rövid időt játszott. Emlékeim szerint egyébként ő a bronz mérkőzésen még tavalyi szezon végén nagyon ponterős volt. Elég sok időt játszott, és nagyon jól szállt be akkor a meccsbe. Megint nagyon jól kapja a labdát, Rivio viszont ki tudja pörgetni a kezéből. És most lehet nyugodtan vezetni egy támadást. Jancsikin helyére jött éppként Handlein, Rivio. A személyébe a Tomásnál. Hát ő aztán nem volt veszélyben, mert nem volt még személyébája. Az első faltja Thomas Germainnek. Ez egyébként a mérkőzés nagy részében lelkes soproni közönség is most egy kicsit csendesebben szemléli, de azt hiszem, hogy ez teljesen érthető. Egyébként egy mókás transzparenssel is készültek a soproniak, hogy nyaralunk felirattal, és alatta pedig elég sokan ilyen hát nyári balatoni feelinget öltöttek. Rövid nadrágban, napszemüvegben érkeztek a meccsre. Láthattuk őket most egy kicsit, de köszöntötték egyúttal Dénes Márkot is, Dénes Gábor kisfiát. Soproni szurkolók, nagyon szép gesztus volt tőlük. És először a pályán Grevenár Péter a mieinknél. 5 perc van hátra, Horváth Mártont váltotta a rutinos center. Nálunk, soproniaknál pedig érkezik vissza Tóth Gergő, és Edwardsot váltja, aki hát most már nagyon úgy tűnik, hogy nem is fog kosarat szerezni. Nem tartom valószínűnek, hogy Savári Balázs most már visszaküldi a pályára még az amerikait. Takács bújik ki, de nem kap labdát, az alapvonalról jött át. Tóth elugrasztott mindenkit, de végül Tomást hozza játékba, de kimarad. Molnár viszont nagyon szépen szed lepattanót. Tóth.
ez mellé, nem, végülis érte a gyűrű, de nagyon rossz dobás volt Tóth Gergelytől egyébként, aki azt hiszem, hogy nem egy nagy felfedezés, azt mondjuk, hogy mai napon a soproni csapat legjobbja volt. Tomasz szabálytalankodik Rivióval, ez pedig már két büntetőt jelent a mieinknél. Hát most Ruják Andris is lehajtott fejjel jött itt. Azt hiszem, hogy most már fejben is feladta a mérkőzést a Sopron. 4 perc 20 másodperc, 23 pont különbség. Rivió dobhat még most két büntetőt. Szokás szerint sokoldalú játékkal jelentkezett ma is Nick Rivió. 18. pontja, azért csak megszórja magát a végén. Nagyon sokáig 6 ponton állt az amerikai. A soproni csapat egyébként legközelebb majd csak jövő héten, hétvégén játszik. Ugye mieink szerdán játszanak, mint már említettem, a Falko otthonában. Sopraniak viszont majd jövő héten szombaton a MAFC-hoz látogatnak. Az újonc hosszú ideje nyeretlen, úgyhogy amúgy is esélyes a soproni csapat annak a meccsnek, így meg aztán pláne. És egy új érkező a mieinknél, 10-33-assal Papp Péter, ő sem játszott még, az 21-es csapat legjobb játékosa. Ruják, Molnár, az pedig Faltal együtt, igen. Leütöttek a kezére, és végül bravúros volt, hogy talán rá tudta dobni a labdát. Molnár Márton, jó volt ez a kosár, 94-71, hát meg lesz a 100 pont. Az idő még nagyon sok, csak hát ilyenkor azért elő szokott jönni, hogy nem jön össze. Molnár büntetője kimarad, Endlein pedig szedi a lepattanót. Ezzel 23 pontnál és 9 lepattanónál jár egyébként ő. Fraser most emberről a triplát bedobja. Nagyon nagy hármas volt. Ruják rajta volt, de most elkapta a hármas vonalon kívül azért a fonalat. Fraser ezzel a 2-3-assal korábban. 26 pont. Megint a legnagyobb különbség visszaállt most. Tóth, Ruják. 3,5 perc még, és 5 másodperc a támadó idő. Rossz labda, Grevenár pedig össze is szedi. Fraser, Papp, el kell dobni. Ott a hármas, bravo Peti, így van. Szinte megőrül a kaposvári kispad is. Márkó Spica tombolt a legjobban, és a 100. pontot Papp Péter dobja. Hát a fiatalember vásárolhatja majd a különböző behűtött italokat, ahogy a 100. pontot szerző játékosnál illik. Schenleyről is megkapja a pihenőjét, érkezik Horváth Márton a pályára. 3 kaposvári nevelésű játékos tehát a pályán. Fraser és Grevenár még fent. Gyanítom, hogy Kovács Soma is Kocsis Zalán is pályára került volna most már így, vagy kerülne. De sajnos már említettem, hogy ők hiányoznak a mai mérkőzésen. Így aztán pályára került minden bevethető játékos, pályára küldött Fekete Ádám. És szerintem hasonlóan cselekszik majd Csavári Balázs is. Két fiatal, Grebenár is betalál. Ő volt az egyetlen, aki még nem szerzett kosarat a KKK-ban a mai napon. Ez is megvan, és lassan 30 pont a különbség, 102-73, bevallom őszintén erre nem számítottam. Bár tudtuk, hogy a Sopronnak igazán nem tétmérkőzés olyan szempontból, hogy a helyezésük hát szinte biztos ott a második helyen, de ettől függetlenül ez egy meglepő különbség. Nagyon jól játszik kaposvári csapat a mai napon. Fraser sokáig kitartja, de aztán nem megy be a dobás. Így aztán nincs 30 pont fölött a távolság. Takács, Molnár. Takács triplát, bent van ez is. Tóth Gergelyt említettem, de nyugodtan mondhatjuk Takács Norbertet is hozzá. 13 pontos ezzel. Fraser.
dobta el elsőre a triplát, másodikra pedig az nem jó. Ez ilyenkor nagyon ritkán szokott beesni Borisov. Másfél perc már csak a hátralevő idő, Borisov csak nem eladja a labdát, Takács. Ruják, Pap védekezik vele szemben, 5 másodperc. Rujáknak ezt most már meg kell oldani egyedül. Inkább miért? Na, ott megtalálta még végül csak Takácsot, de kimaradt a dobás, viszont a lepattanó Rujáké. Nem tudom miért új 24, de lényegtelen, mert kimaradt a dobás, Grebenár pedig nagyon agresszívan szedte a lepattanót. 102-76, és ezzel viszont még dobhat is büntetőt azonnal Grebenár Péter. Hát megnyeri a kaposvári KK mérkőzést, és ezzel 14-9-re módosítja mérlegét, és a végletekig leegyszerűsítve ezzel a legjobb négy középszakasz felső házába jutásért vívott harcot, hiszen a Falko, amely 13-8-al áll. Most már ez a két csapat fog majd harcot vívni szerdán, Szombathelyen 18 óra 30 perccel. A legjobb négy közé jutásért óriási mérkőzés lesz. A hétköznap is ebből szempontból kellemetlen időpont ellenére, hogy nyilvánvalóan gondolom helyesen úgy, hogy sok kaposvári szurkoló fog ellátogatni. Grebenár büntetői után Takács talál be. 104-78, ezzel 40 másodperc még a hátra levő idő. Horváth felállva köszöni meg a mai teljesítményt a kaposvári közönség. Fraser középtávoli, az végül becsorog Mázlival. 106-78, még 29 másodperc a hátra levő idő. Ruják vezeti még a labdát, Borisov még üresen a sarokban, ezt be is dobja, 106-81 ezzel. Borisov egyébként 20 pontos, ő lesz a legjobb dobója a Sopronnak. 10 másodperc még a hátra levő idő, és nem tudom, hogy akarunk-e még egyáltalán kosarat szerezni, nem tartom valószínűnek. Nagyon jól játszott ma a kaposvári csapat, és végül az első néhány perc kiegyenlített játékát követően magabiztosan végig vezetve, jó játékot nyújtva megnyeri a mérkőzést. A soproni csapat, amely szinte biztosan az alapszakasz második helyén végez, majd ezúttal nem tudott kikecmeregni a rosszabb periódusából. Kaposvári csapat tehát bravúros győzelmet aratott. Én ezzel Sinyi Zsolt operatőr kollégám nevében is megköszönöm a figyelmüket. Még egyszer a végeredmény Kaposvár Sopron 106-81. Mihály Fali Pétert hallották, viszontlátásra.